Meggyőző fölénnyel nyerte meg az időközi gyömrői polgármester választást Mezei Attila. A Gyömrő 2000 kör jelöltje elnyerte a szavazatok 73,96%-át, ami arra is garancia, hogy a város élete zavartalanul folyik tovább. A kampány alatt sem állt meg a fejlődés, kora tavasszal az önkormányzat több 100 millió forintot nyert fejlesztésekre. Április 23-án zajlott időközi polgármester választás Gyömrön, erre azért került sor, mert az illetékes bíróság január 11-én megszüntette Gyenes Levente polgármester mandátumát különböző okok miatt, így ezt követően került kiírásra az időközi választás, amely most vasárnap zajlott. Feltűnően csendesen zajlott ez a választása az előzőekhez képest. Mi lehetett ennek az oka? Más volt a kampány stílusa, ugye egyrészt a városvezetést adó szervezet ugyanúgy kampányolt, hogy az elmúlt 15 évben mindig, az ellenzék most visszafogottabb volt, ennek köszönhető az, hogy nem volt sárdobálás, nem voltak névtelen levelek, nem voltak különböző kiadványok, hanem ahogy egy normális európai országban azonnal elvárható lehet, mindenki a saját programjával kampányolt. Mekkora volt a részvétel, hány induló volt, hány körzet, hány szavazó és hány százalék? 16 körzetben adhatta le a voksát 13.907 választásra jogosult gyömrői lakos. A részvételi arány 32,5%-os volt. Ez nagyjából egy ilyen időközi választásnak megfelelő, egy 7%-kal kevesebb, mint a 2014-es rendes választás volt, de hát időközi választások esetében általában mindig alacsonyabb a részvétel. Három indulóra szavazhattak a helyiek. Mezei Attila, a Gyömrő 2000 körjelöltje lett a befutó, aki a szavazatok 74%-át kapta meg. A második helyen Békefi Miklós független jelölt 24,5%-kal, míg Kovács István, a Munkáspárt jelöltje 1,5%-ot kapott. Ebben a kampányban, illetve az előző polgármester lemondása és az új megválasztása között érte valamilyen hátrány a gyömrőieket? Semmiféle hátrány nem volt ebben az átmeneti időszakban is. Mezei Attila, aki eddig ugye a polgármester volt, polgármesteri jogkörrel vezette a települést, semmiféle fennakadás a hivatali munkában vagy az önkormányzat életében nem volt, ezt a lakosok sem érezhették. Most pedig várhatóan május 3-án vagy 4-én leteszi a hivatali esküt, átveszi a megbízó levelét, és imáron hivatalosan is polgármesterként végzi majd a munkáját. Nagy változásokra nem lehet számítani, ez azért azt gondolom a lakosság részéről is egy megelőlegezett bizalom volt, ez a nagy mértékű támogatottság, hogy folytassa tovább a Gyenes Levente és a 2000 kör által már 15 éve megkezdett útvonalat, ez fog folytatódni, a hangsúlyokon lehet némi változás, de érdemi nagy fordulatra nem kell számítani. A projektek, a pénzek lehívása, a beruházások folyamatosan épülnek-e, folyamatban vannak-e? Természetesen ugye egy hónappal ezelőtt nyert közel 4 milliárd forintot Gyömrő városa az iskolák felújítására, energetikai felújítására, ugye ez is az átmeneti időszakban történt, de hát adtunk be pályázatokat az elmúlt hetekben is, itt akár sportcsarnokkal kapcsolatos pályázatok, sporttal kapcsolatos pályázatok is elbírálásra várnak, úgyhogy természetesen ezekre számítunk. Még egyszer mondom, ugyanúgy folytatódik minden tovább, a képviselőtestület összetétele változatlan, teljes támogatottságot élvez Mezei Attila polgármester, úgyhogy mi arra számítunk, hogy a következő választásokig hátralévő bő 2,5 évben ugyanúgy fejlődik a város, ahogy eddig. Természetesen nagyon örültem az ilyen arányú lakossági felhatalmazásnak, hiszen a szavazatok 3/4-ét megszerezni egy időközi választás, úgy gondolom, hogy szép eredmény, és természetesen ezért nagyon hálás vagyok a város lakosságának. Nagyon örülök annak, hogy ilyen arányba támogattak, és ez úgy gondolom, hogy a következő munkámban nagyon nagy segítséget jelent az, hogy ekkora lakossági bizalom és ilyen arányú legitimáció áll a tevékenységem mögött. Jelentős változásokat én nem tervezek, a ciklus közepén vagyunk, 2,5 év van hátra még ebből a választási időszakból. Én azt szeretném, hogy ugyanígy folytassuk a munkánkat tovább, természetesen hangsúlyeltolódások lesznek, lesz némi módosítás biztos néhány programpontban, amit szeretném megvalósítani a jövőben, de én úgy gondolom, hogy ugyanezt a stabilitást, ugyanezt a fejlődést szeretnék a jövőben is produkálni, amit az elmúlt években.